szemezni volt kint az ő filmjeit fogjuk levet. Kimentek egy klubba, a Dinamóba, hogy megnéznek egy gyerektorna csoport. Hát arról is van film. Nos, ez a, ugye hát Moszkvába panaszkodnak ott is egyébként az edzők, hogy már kisebb a merítési réteg, mint régen. De ettől függetlenül volt még egy ilyen 2380-as iskolabusz, tehát annyi iskola van, 12 millióan élnek országba, a Moszkvába, bocsánat, tehát többen, mint egész Magyarországon. Két nagy klub van, a CSKA Moszkva és a Dinamo Moszkva, mi a Dinamo Moszkvához tudtunk ellátogatni az Attilával. Ugye Attila volt a videós, tehát a videóanyag nála van. Megküldte nekem is, én nem készültem, mert azt hittem lesz az Attila. Amit meg tudtunk nézni, a vezetőedző egy, hát nálam szerintem egy ilyen 15 évvel idősebb úriember volt. Egy picit emlékszem még az oroszra középiskolás koromból, annyit tudtunk beszélni, hogy ő itt született egyébként Magyarországon, ez az úriember. És most ő a, nem tudom már, hogy hívják, esküszöm, teljesen mindegy. Azt mondja, hogy amit így el tudok mondani, a termék felszereltségéből nem hiányzott sem a airtrack, hosszú trambolin, tehát minden a nagy verseny trambolin, tehát ezek mind benn voltak, ami a mai modern tornához, az oktatáshoz, hát gyakorlatilag elengedhetetlen lenne. Nálunk sajnos nagyon kevés, sőt, nincs olyan terem, ahol mondjuk van sűlyeztet hosszú rugós asztal. Tehát egy jó felszerelt terem volt. A klubnál 23 edző dolgozik. 6 sportiskolájuk van, ahonnan válogatják a gyerekeket. A gyerekeket óvodás korban genetikailag választják ki. A nagymamáik vissza, a nagyszülőkig visszamenőleg megnézik a szülőket, nagyszülőket. Ha nagyok, akkor te már nem vagy jó. A gyerekeket egész kiskoruktól kezdve rövid nadrágba, versenyszerelésbe edzetik, tehát hogy lássák a testalkatnak a legkisebb változását is. Érdekesség, hogy kiskorban a legkisebb csoportokkal a hölgyek foglalkoznak. Pont amit az előbb a Jenő is mondott, a mozgásképzés, tartás, finom koordinációs dolgok miatt, tehát a legkisebb csoportnak egy hölgy edzője volt a Bordásfalnál, amíg mi ott voltunk egy olyan másfél órát. Igen. Nem olyan nagy. Nem, igen, nem egy... Hogy nem csinálnak nagy pusztokat. Nem, egyébként, tehát nem csinálnak nagy pusztokat. Abszolút. Ebben az időben, amíg ott voltunk, ment egy válogató verseny. Azon a héten, vagy a következő héten volt az orosz bajnokság, az orosz felnőtt bajnokság, és arra volt egy válogató verseny. Tehát azért ott a klubban, a felnőtt szinten volt 12 tornász, hogy a legjobb hatot ki kellett választani az orosz bajnokságra, a csapatba kerüléshez. Tehát azért, viszonylag hozzánk képest nagy számokkal dolgozok, tehát hogyha egy klubban maradt 12 felnőtt tornász, akiknek válogató versenyt kell rendezni, hogy el tudjanak indulni, azért ez azt mutatja, hogy jóval több tornászok van, mint mondjuk nekünk. Ami érdekesség még, és ez egyébként az Orosz Olimpiai Központban is így működik, hogy minden klubnál van akrobata edző. Tehát a talaj akrobatikáért, tehát a rugós asztal használatot, azt mindent az akrobata edző oktat, a loncsok kezelése, nem az edzők. Az Olimpiai Központban az összes sztárnak az edző mindenki így könyökölt a lovon. Az akrobata edző húzkodta az embereket, állította be a loncsot, mindent, és az edző nem foglalkozott azzal, hogy most ő neki kell rángatni a tanítványt. Amit a Dinamónál láttunk, ott láttunk egy kis csoportot, meg láttuk a felnőtteket, a köztes csoportokat, hogy hol tartanak, hogy dolgoznak. Ezt nem láthattuk, mert ugye iskola időben voltunk, tehát a iskolában volt a gyerekek zöme, és a teljes keresztmetszetet nem láttuk. Hát ugye az olimpiai központban eltöltött időre, nem akarok elémenni a dolgoknak, majd este a Jenő beszámol. De a Dinamónál, amiket ilyen klub szinten tapasztaltunk, azok ezek a dolgok. Mondom, tehát semmi mondjuk olyan extrát, amit
akár itthon is láthatunk olyat, vagy itthon nem láthatunk olyat, nem nagyon látunk. Mondom, tehát a terem nagyon jó felszerelt volt, és az, hogy a balettedző, akrobatika edző, ez a klubnál is, meg a központban is van nála. És ugye annyi még, hogy a férfi vonalon is hölgyek dolgoznak. Köszönöm szépen a figyelmet!